nyilván hatással van a gazdasági fejlődésre is. Köszönöm.
voltak a viták, elmagadt akár a Pécsi püspök is ebben részt venni és mondani, hogy támogatni. Nem sikerült ezeket a részeket, ezeket ennek következtében a harmadikai egyik járás ne kellett szüntetni, be kellett számolni, és későbbiekben, amikor a felettésekben indultak és a német lakosságnak a létszáma is megnőtt, akkor onnantól kellett elgondolkodni a lakosságnak a növekedése miatt szinte egy újabb harmadik járásnak megalkotásán, és ez alakult ki, mint költségi járás garanciája. Mint látjuk, itt egy magyar törvény alakult először ki, és ez az etnikai arány későbbiben is változott, és akkor, mint utána még vagyok a lakítőknek a levelepítése következtében. Teljesen nem változik, 1748-ban a 46-ban 11 vagyok és 29 éven. Valamint a település folyamatosan ugyanis újabb csoport erősödik, így 1980-ban lett újabb hullám, és ezek által 1787-ben a bölcsőnek a legjobb a települések Magyarországon lakók száma 589 család is kb. 3000 lett. Két összírással hivatkozom, amelyben a percén befogadták a zsidóságot is, az első négy zsidócsának nevével ekkor találkozunk, tehát 1740 és 40 tájékáltunk ebbe. A 82-es itt már köszönhetett privilégium, ugye a éves vásártartási joggal négy éves vásártartást tartottak. Erről nem már érdezett, majd napon roppant fontos volt a nevelési szempontból. Tehát én gyorsan mondom, hogy arra bizony van, hogy ez a levétel nem lát, tehát nem nincs a birtokunkban, hogy ez valóban felfogható a mezővárosi privilégiumnak, vagy a vásártartási jog az azonos-e ez a privilégiumban. Egy biztos, hogy 82 előtt a felelősnek a fecsételén nem szerepel a papíró cívük, viszont innentől igen, tehát nagyon fontos információ. A zsidókosság is mindig arra utal, hogy nyilvánvalóan a kereskedelmi tevékenység, a fő egyik tevékenység is nagyon fontos, hogy fejlesztő hatással van folynának a térdére, és ez az időben már 200 zsidókossal kell számolni, kereskedelem már házalással foglalkoznak, mint szatócsületeik vannak, tehát magyarul a gazdaság életbe épületek bekapcsolódik. És tulajdonképpen a vége, csak egy kitekintés részemről, az 1901-es első keresztvállalat kibocsátott engedély, amely a heti, tehát keddi és pénteki vásárlóknak a tartására vonatkozik. Ez a legnagyobb levéltárban, ez a dokumentum. Nagyon szép a szövegezése, minden benne van, meg benne csak nem ugye. Egység, ami nagyon fontos, hogy megvan, és egy falakon van látható, tehát átlehet több óta ennek a egységes élőszakadnak. És akkor a vizitációról elszólt, 1816-ban 1620 katolikus, nagyon fontos adatok. 1560 zsidó, tehát átlik a kettő csoportszint egy erősséget képvisel, 1162 katolikus és 280 református laposan, jóval kisebb a másik háromnál, tehát mindig ilyen átmérőszorult. Ez a szám 23 esetben módosul lényegesen, annyira különbség, hogy kicsit csökkennek, vagy emelkednek a számok, mint látjuk, arányában semmilyen különbségben alakul ki a vándorokban, és néhány évvel később pedig ilyen 23 szörgás szerint, hogy mondjának 511 háza, 4739 laposanok, hogy aztán aztán egy konkrét dátum, egy konkrét adatok. És varázslatban szerint pedig 1803 katolikus, ami látjuk itt a hatós szám megültőjében a zsidókkal szemben, aki kicsit szorodnak csak vissza, 1324 zsidó, 1209 magyarul és 380 református, tehát arányban nincsen különbség, és 1016